Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Május 4-én tartják Doroszlón a Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlését, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában Pásztor István. A tartományi kormány idén is mintegy 60 millió dinárral támogatja a nemzeti tanácsok működését. A hetek óta tartó csapadékmentes időjárás miatt már 7-8 cm mélységben is száraz a termőtalaj Vajdaság legnagyobb részén. Beköszöntött az allergia szezon Vajdaságban. Május 4-én Doroszlón tartják a Vajdasági Magyar Szövetség tisztújító közgyűlését, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában Pásztor István. A VMS elnöke elmondta, hogy vállalná, hogy továbbra is a párt vezetője maradjon. Pásztor István emellett az európai parlamenti választásokról, valamint a szerb és magyar kormány közötti együttesülés részleteiről is beszélt. Egyrésztről magára, a néppártra vonatkozóan. Pásztor István elmondta, kész vállalni azt, hogy ismét a VMS elnöke legyen, kifejtette, rendelkezik ötlettel, energiával és elszántsággal, hogy folytassa ezt a munkát, függetlenül attól, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségen kívüli közvéleményformálók mit szeretnének. A javaslatomra május 4-ére hívta össze a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa a VMS tisztújító közgyűlését, ami Doroszlón kerül megszervezésre. Ezen a tisztújító közgyűlésen körülbelül az fog történni, ami általában ezeken a tisztújító közgyűléseken lenni szokott egyrészről. Lesz egy elszámolás, egy értékelés az előző 4 évvel kapcsolatban, illetve megválasztja a közgyűlés a VMS elnökét, illetve 50 tagú tanácsát. Ami az elnöki jelöltséget illeti, amennyiben a VMS-en belül úgy gondolják, hogy esetleg én nekem ezt a feladatot folytatnom kell, és úgy látom, hogy ez a többségi vagy egyértelmű meggyőződés, akkor én kész vagyok erre. Pásztor István beszélt arról is, hogy hamarosan sor kerül a szerb és a magyar kormány közötti együttesülésre. Kiemelte, több mint 10 előre elkészített megállapodást írnak majd alá a felek. Érinteni fogják többi között a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításának kérdését, a tiszai hajózás és a hajóáteresztő zsiliprendszer modernizálásának az ügyét, emellett a diplomahonosítás kérdéséről is egyeztetnek. A VMS elnöke ugyanakkor rámutatott arra, hogy a két állam közötti határ hatékony átjárhatóságának kérdéséről is beszélni kell. Jó lenne, ha még legalább két átlépő nyitvatartását is meghosszabbítanák, tette hozzá Pásztor István. Van az embernek egy olyan érzése, minthogyha a schengeni követelmények mögé bújva egyfajta ilyen csöndes sztrájk volna a munkavállalók részéről. Obstruáció volna is. Az embernek van egy olyan érzése, hogy a belső feszültségüket, a haragjukat próbálják a vámosok leverni azokon, akik sorba állnak, pedig végülis az a dolga neki, hogy az útlevelet kezelje, illetve hogy a forgalmat irányítsa, az emberek pedig mennek és intézik a saját ügyeiket, de tartatatlan állapot van, és az embernek a folyamatos konklúziója, hogy az igazi problémák azok a Magyarországról kiléptető, illetve a Magyarországra beléptető ponton vannak. A VMS elnöke az európai parlamenti voksolásról is beszélt, elmondta, az Európai Néppártnak, amelynek a VMS is tagja, meg kell őriznie az egységét, de ez meglátása szerint egy erős Fidesz nélkül nem lehetséges. Kifejtette, a kampányban minden szavazattal rendelkezőt megszólítanának majd, illetve azokat, akik a magyar politikai érdekképviseletben nemzeti érdeket látnak.
A tartományi kormány idén is mintegy 60 millió dinárral támogatja a nemzeti tanácsok működését. Ez alkalommal összesen 17 nemzeti tanács részesült támogatásban. A legtöbb pénzt a Magyar Nemzeti Tanácsnak ítélték oda. A szerződések aláírására ma délelőtt Újvidéken került sor. A Magyar Nemzeti Tanács idén kicsivel több mint 24 millió dinár támogatást kapott a tartománytól. Ebből közel 12,5 millió dinárt az alaptevékenységekre, 11 millió 800 ezer dinárt pedig a program tevékenységekre fordítanak majd, mondta el Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Mi arra igyekszünk, hogy mind a négy fő területünkön ezeket a programokat tovább erősítsük, sőt nemzeti jelentőségű programjaink, eseményeink vannak, és ezek mind-mind már arra várnak, hogy a most kapott támogatást úgy tudjuk felhasználni, hogy ez a közösség épüljön, gyarapodjon. A horvát nemzeti tanácsot idén mintegy 4 millió dinárral támogatja a tartomány. Evo prije godinu dana inicijativom gospodina Mihalja Niloša je osnovana radna skupina za osnivanje obrazovno-odgojnog centra. Sada je već pripremljen akt o izmjeni srednje škola i on će biti na vladi autonomne pokrajine Vojvodine stavljeno usvajanje u vrlo skorijem roku. Tako da sve skupa možemo reći da evo zahvalni smo i za svaka sredstva, svaku vrstu podrške i suradnja je više nego korektna. A tartományi támogatás összértéke a nemzeti tanácsokat illetően idén nem változott. A támogatottak listája viszont két új, a lengyel és az orosz nemzeti tanáccsal bővült. Minden bizonnyal az év során még biztosítani fogunk eszközt, akár a költségvetési tartalékból, akár a költségvetés módosításával, ami kiegyenlíti ezt az új szükségletet, hiszen most valamennyivel kisebb összegek jutottak a nemzeti tanácsoknak, mint tavaly, mivel 15 helyett most 17 van. A tartomány továbbra is szilárd támasza a nemzeti tanácsok működésének, mondta el Nyilas Mihály. A támogatást az év folyamán négy részben utalják át a kisebbségi önkormányzatoknak. A mint autóalkatrészeket készítő új gyára jelentős gazdasági szereplője lesz Loznica községnek, mondta Alekszandar Vucic szerb államfő ma a cég új üzemének alapkőletételén. Az államfő az átadón arról is beszélt, hogy a Pristina által a szerb árukra kiszabott vámok kérdése az egyik legnehezebb, amivel szembe kell néznie. Az államfő elmondta, az ország gazdasági mutatói is jól alakulnak, hiszen idén már 4,4%-os a gazdasági növekedés, és ezekkel a számokkal az IMF és a Világbank is elégedett. Azon kevés ország közé tartozunk, amelyeknek büdzséje negyedik éve folyamatos többletet mutat, tette hozzá Vucic. Semmisnek kell tekinteni a svájci frank alapú lakáshitelek szerződéseinek kitételeit, amennyiben a bank nem nyújtott be bizonyítékot arról, hogy a pénzintézet is ebben a valutában adósodott el a hitel folyósításakor, állapította meg a szerbiai legfelsőbb semmitőszék. Emellett javasolják a jelzálogok aktiválásának ideiglenes betiltását. Ez a határozat egyelőre csak a legfelsőbb semmitőszék bíráira vonatkozik, míg az alacsonyabb rangú bíróságok bírái másképpen is eljárhatnak. Ebben az esetben azonban a legfelsőbb semmitőszék megsemmisítheti az ítéletet. A hetek óta tartó csapadékmentes időjárás miatt már 7-8 cm mélységben is száraz a termőtalaj Vajdaság legnagyobb részén. A termelők el vannak keseredve, aki csak teheti, locsolja az elvetett növényeket. A nemrég elvetett paszternákat locsolja Szabó Károly. A törökkanizsai gazda dízellel működteti berendezését, ugyanis a villanyárammal való locsolásra egyelőre nincs lehetősége. A gazda szerint az öntözés nagyban megnöveli a termelési költségeket, amit a terményárak nem biztos, hogy lefednek majd. Most tavasszal az újra locsolásokat, hogy valahogy bepótoljuk ezt az esőhiányt, ez a 160-170 dinár közötti üzemanyag árával egyszerűen nem lehet letakarni, olyan nincsen. És ennek a tetejére jön a vetőmag megvásárlása, most legyen az kukorica, napraforgó, bármelyik, legyen a műtrágya megvásárlása, ami szintén
Hát 150%-kal drágább, mint 15 évnek előtte. Száraz és szeles idő volt ma is Vajdaság szerte. Aki csak teheti, locsolja földjeit, ám a mezőgazdasági termelők szerint hatalmas befektetést igényel a korai locsolás, ám mást nem igazán tehetnek. Hogyha már most a kelés idején locsolni kell, akkor az már nagyon nagy problémát jelent. Mert egy dolog az, hogyha fejlődés, csőfejlődés közben kell például a kukoricát locsolni, akkor egy kicsit doppingoljuk annak érdekében, hogy a termés tökéletes legyen. De itt a kezdetek kezdetétől a vetés már kilátástalan, és már is locsolni. A hetek óta tartó szárazság miatt a földeken a búza már sárgulásnak indult. Gyér, bokrosodásra kilátás sincs. Emellett az apró magvas vetés is kétséges, hogy ki kell-e. Ha hihetünk az időjárás előrejelzéseknek, akkor már csak péntekig kell várni a csapadékra, ugyanis egy markáns mediterrán ciklon érheti el térségünket. A kérdés azonban az, hogy a kapott csapadék mennyiség mekkora segítség lesz a kiszáradt földeknek. A két hónapja elhúzódó szárazság és a csapadék hiánya miatt idén az allergia szezon is korábban köszöntött be. Rendkívül magas a szállópor koncentrációja a levegőben, de a fák virágzása miatt a pollenek is megjelentek. Az allergia vidékünkön ma már népbetegségnek számít. Egyes becslések szerint a lakosságnak csak nem 60-70%-a küzd valamilyen allergiával. Idén tavasszal a korábbi évektől eltérően nem a pollenek okozzák a legnagyobb gondot, hanem a szállópor rendkívül magas koncentrációja, ami a hosszantartó tavaszi szárazság következménye. A száraz, szeles idő miatt nagyon sok a pollen és a por a levegőben. Az érintettek többségénél már megjelentek az allergia tünetei. Szenvedek, szedek is orvosságot ellene. Kimutatva nincsen, de tudom, hogy por allergia egy bizonyos szinten, bútor, stb. Ilyen dolgokról van. Aztán a nyárfának a virágja. Hát több mint valószínű, hogy más pollenokra is. Fulladok is, meg az orrom bedugul. Nem is tudom mit mondani, már a szemeim bedagadnak, könnyeznek. És hogy védekezik az allergia ellen? Hát valami injekciót föl lehet venni, és akkor azt, vagy injekciót, vagy van allergia ellen tablettákért, és akkor azt beveszed, és akkor valamennyit segít. Ennyi. A nyír pollen koncentrációja már több felé elérheti a magas szintet. A kőr is, a nyár, a ciprus és tiszafafélék pollen koncentrációja is magas tartományban alakul. A juhar és a fűz virágpora közepes szinten van jelen a levegőben. Milutinovic Noémi gyógyszerész technikus szerint egyre többen keresik az allergia elleni készítményeket. Különböző tablettákat, orrspray-ket, orrcseppeket keresnek a paciensek. Általában milyen tünetekkel jelentkeznek, és mit kérnek a gyógyszertárban? Szemviszketéssel, orrfolyással jelentkeznek. A pollen allergiákra pedig különféle tablettákat adnak a pácienseknek, tette hozzá. Az allergia az immunrendszer egy túlérzékeny reakciója, amikor az olyan anyagok, amik egyébként nem okoznának semmilyen káros hatást, elindítanak egy folyamatot, ami kiváltja az allergiás reakciókat. Dr. Pajor Margit általános szakorvos szerint tavasszal általában a légúti rendszeren át bekerülő anyagok okoznak allergiás gyulladást. Köszönve ennek a poros levegőnek, amit az eső, ahogy már említette, két hónapja már nem mosta ki a különböző szennyeződést, a port a levegőben. Az allergéneknek, ezeknek a kis mikropórusoknak nagyon nagy a koncentrációja a levegőben, mert a porhoz is hozzákapcsolódnak ezek a, tehát hozzátapadnak ezek az allergének, amelyek most elsősorban a virágzó növényekről kerülnek a levegőbe. Amennyiben hullan a csapadék, jóval enyhébbek lennének az allergiás reakciók, mondta a Magyar Kanizsai Egészségház mentőszolgálatának vezetője, aki azt is hozzátette, hogy nem csak az allergia okoz most gondot, ugyanis a száraz, szokatlanul meleg idő miatt rengeteg munkája van az orvosoknak.
Ferenc pápa csíksomjói látogatásáról és több jelentős a romániai magyarság szempontjából fontos beruházásról egyeztetett ma Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A budapesti Karmelita kolostorban az érsek beszámolt a gyulafehérvári főegyházmegye jelenlegi helyzetéről, a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyéről, vagy például a kolozsvári Szent Mihály templom felújításáról is egyeztettek. A megbeszélésen elhangzott továbbá, hogy Ferenc pápa tervezett csíksomjói látogatása a magyarság szempontjából kiemelkedően fontos esemény, ezért a gyulafehérvári érsekség és a magyar kormány szorosan együttműködik majd. 2019 az építkezés éve az agráriumban, jelentette ki Nagy István magyarországi agrárminiszter mezőtúron. A politikus kifejtette, a vidékfejlesztési források nagy része már a gazdák kezében van, hiszen a rendszerváltás óta hiányzó befektetések most tudnak megvalósulni a mezőgazdaságban. Annak idején a különböző üzemek privatizálása során nem fejlesztették azokat, a magyar gazdaságot a befektetők piacként használták a saját termékeik behozatalára. Tette hozzá az agrárminiszter. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nyílt napot tartott ma a 8. diákoknak az Óbecsei gimnázium. Az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulói is szemétszedési akcióba fogtak. Nyílt napot tartott ma 8. diákoknak az Óbecsei gimnázium. Az ország legjobbjai között számon tartott tanintézményben ősztől magyar nyelven 30 diák számára lesz hely az általános tagozaton. Nem csak Óbecséről, de a környező településekről is érkeztek ma diákok az Óbecsei gimnáziumba. A tanintézmény ma nyílt napot tartott az iskola választás előtt álló 8-osoknak. Szerintem nagyon sokat segít, körbejárjuk az egész iskolát, és szerintem én ide fogok iratkozni, mivel nagyon tetszik itt minden. A gimnázium tanárai prezentációkkal, kvízjátékokkal mutatták be az általuk oktatott tantárgyakat. A 8-osokat az iskola tanulói kalauzolták az épületben. Kovács Fanni jövőre már egyetemre fog járni. Tanulni, hogyha valaki egyetemre, illetve főiskolára fog menni tovább, és nagyon szeretem, és bevált a gimnázium, és másnak is szívesen ajánlom. Jelenleg 308 diák tanul az Óbecsei gimnáziumban. A következő tanévben 90 diákot szeretnének felvenni. Hiszem, hogy a skola ima kvalitet, ima šta da ponudi. Ja, jedna smo 10% najbolje ocenjeni gimnazije u Srbiji. To je zaista značan rezultat, tako da ovim samo želimo da pokažemo sve mogućnosti koji budući učenici će imati u našoj školi. Az Óbecsei gimnáziumban magyar nyelven egy általános szakirányú osztály nyílik 30 tanulóval, szerbül pedig egy társadalmi nyelvi és egy természettudományi matematikai tagozat lesz ugyancsak 30-30 tanulóval. Iskola és nyílt napot tartott a Szabadkai Vegyészeti Technológiai Iskola, amely fennállásának 120. évét ünnepli. A jeles nap alkalmából nem csak Szabadkáról, de Belgrádból és a tartományból is érkeztek vendégek, akik miután körbejárták a felújított épületet, az iskola diákjainak ünnepi műsorát is megnézhették. Az eseményen Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár és Bogdán Laban Szabadka polgármestere is részt vett. Az idén Szent Száva díjjal kitüntetett intézmény azok előtt a diákok előtt is megnyitotta kapuit, akik tanulmányaikat ott szeretnék folytatni. A lendő diákok az élelmiszer termelés és feldolgozás, a kereskedelem, vendéglátóipar, turizmus, de a kémia és nemesfémek, textil és bőripari szakok valamelyikét is választhatják, ha ebbe az iskolába iratkoznak. A lányokat főleg a textilipari szakok, a ruhatervezés, varrás érdekelte. Ez éven minutinom egy skola dalazi, 8. razred, želim da upešem modela rodeće u chemijskoj školi i mnogo me interesuje ova škola. Rostás Csenge már végzős diák, az intézményt bátran ajánlja a fiatalabb generációknak. Azért választottam ezt az iskolát, mert szeretem a kémiát, meg ugye környezetvédelmi technikus vagyok, és szeretem a környezetet, állatokat, meg ilyesmit, és akinek ajánlom, hát mindenki, aki szereti a kémiát, vagy szeret kísérletezni, vagy hát szóval
meg aki szereti a borászatot, vagy ilyesmi. Az oktatási intézményben mintegy 600 diák tanul. A mai eseményünk az 2 az 1-ben, egy iskolanapunk van, és egy nyílt napunk is van egyben, ezt általában együtt szoktuk tartani. Az iskolanapunk ünnepségére nagyon sok vendég érkezik, mert ma ünnepeljük egyben az iskolánk 120 éves fennállásának az évfordulóját. Egy olyan épületben, ami fel van újítva, tehát kívül-belül teljesen megújult az iskola. A Vegyészeti Technológiai Iskola Szabadkán az egyik legerősebb iskola, mondta Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár, ami a felújított korszerű termeivel és pompázatos kinézetével még inkább arra fogja ösztönözni a diákokat, hogy jobb eredményeket érjenek el. Több mint 120 éve épült fel ez az épület, hosszú ideig igen rossz állapotban volt, és habár még ma hivatalosan nem lett átadva, erre később kerül sor, de most az iskolanapon már látjuk, hogy milyen gyönyörűen felújítódott. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az iskola kapta meg a Szent Száva díjat az idén, az Oktatási Minisztérium legnagyobb díját, és csak gratulálni tudunk úgy az iskolának, úgy a diákoknak ezért a szép teljesítményért. A meghívott vendégek miután kívülről is megtekintették a felújított intézményt, az iskola ünnepi műsorát is élvezhették. 100 éve alakult meg a Bauhaus Művészeti Iskola a németországi Weimarban, amelynek a vajdasági származású Moholy Nagy László is kiemelkedő alakja volt. Az évforduló alkalmából Miodrag Suvaković médiakutató professzor tartott előadást Belgrádban. A Bauhaus a 20. század első felének egyik legjelentősebb művészeti intézménye, a konstruktív törekvések központja és gyűjtőhelye volt, amely az alkotóművészet megújítása révén vált kiemelkedő szerepűvé. Egyebek mellett erről is beszéltek az előadáson, amit az egyetemisták érdeklődve figyeltek. Miodrag Suvaković, a Belgrádi Egyetem médiakutató professzora, a vajdasági származású Moholy Nagy Lászlóról is beszélt, aki a stílus irányzat úttörője volt. Veza magyarske kultúre bila dosta čvrsta, zato što je nekoliko ključnih figura, a među njima je László Moholy Nagy vodeća figura, Farkas Molnar također jedna važna figura. Rođena u Mađarskoj, deo svoje karijere odvijao se u mađarskoj kulturi kao takav. Bár magát az iskolát megszüntették, az eszmerendszere nem tűnt el, sőt meghódította a világot, és a mai napig hatással van a művészetekre. Az előadást követően a magyarországi Moments Notice Trio zenekar szórakoztatta a közönséget. Az együttes Moholy Nagy László művészetéből merített ihletet. A #trashtag kihíváshoz csatlakozva a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulói is szemétszedési akcióba fogtak. Az egyre népszerűbb internetes kihívás a környezetvédelmének fontosságára hívja fel a figyelmet. A zentai Tiszapartot tisztították meg a diákok a világhálón terjedő akcióban. A helyszín egyenlőre szemétmentes. A résztvevők egy iskolai óra leforgása alatt 300 liternyi hulladékot gyűjtöttek össze. Találtunk zacskókat, különféle üvegeket, egy tornacipőt és egy papucsot is, meg különféle műanyag kupakokat, illetve üvegeket. Az akciót Újházi Tamás, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanára vezette, és két elsős osztály, több mint 20 diák vett részt benne. Azért volt fontos a szemétszedés, hogy felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy tisztán tartsák a környezetet. Azért volt fontos, hogy védjük a környezetünket, és hogy ne szemeteljünk annyit, mivel nagyon káros, és nagyon reméljük, hogy sok mindenkinek nyújtottunk ötletet, hogy ne szemeteljenek, és hogy ők is ezt szedjék a szemetet. A zentai diákok további környezetvédelmi akciókon vesznek részt, még a tavasz folyamán faültetés szerveznek a városban.
A kaliforniai disznódelfin vagy vakuita a világ legveszélyeztetettebb tengeri emlőse. Úgy tűnik, hogy megállíthatatlanul sodródik a teljes kihalás felé. Becslések szerint már csak 10 egyede maradhatott. 2 éve még 30-an voltak, 20 éve pedig 600-an. A kaliforniai disznódelfin kizárólag a Mexikóhoz tartozó kaliforniai öböl északi csücskében él. Nagy szerencsétlenségére pont ott, ahol a totoaba hal is, amelyre a tiltás ellenére is rengetegen halásznak. A totoaba hal úszóhólyagját Kínában gyógyhatásúnak tartják, így hatalmas összegeket fizetnek érte. Amennyiben az orvhalászok hálójába, amivel totoabára halásznak, egy disznódelfin is beleakad, az állat megfullad. A kutatók sokkal határozottabb fellépést követelnek a kormánytól a vakuita populáció megvédése érdekében. Ahogy arról a híradónk elején már beszámoltunk, tovább tart Vajdaságban a szárazság. Az aszály várhatóan pénteken enyhülhet majd, amikor is vidékünket az előrejelzések szerint esőfelhők érik el, és hosszú idő után jelentősebb, akár 10 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Addig viszont marad a szokásosnál melegebb napsütéses idő. A nappali csúcshőmérsékletek szerdán és csütörtökön is meghaladhatják a 20 fokot. A hajnalok fagymentesek lesznek, a legtöbb helyen a hőmérő higanyszála nem süllyed majd 5 fok alá. Az ivanyicai Jávor labdarúgó csapata lesz a TSC első ellenfele a szerb első liga rájátszásában. A két bajnok esélyes együttes között mindössze 2 pont a különbség. Az új szabályzat szerint ugyanis a rájátszásban az alapszakaszban szerzett pontok megfeleződnek. Így a Jávor 32, a TSC pedig 34 ponttal várja a mérkőzést. Az összecsapást szombat délután 4 órakor játsszák a Zentai Városi Stadionban. Nagyon szép volt ez a tavasz, 8 mérkőzésből 8-at nyertünk, úgyhogy kifogástalanul fejeztük be az alapszakaszt, de ezt el kell felejteni, mert a pontokat lefelezték, és a különbség most már csak 2 pont a Jávor ellen, előtt 5 pont az Indy előtt, úgyhogy ebben a 7 mérkőzésen, ami az alapszakasz is a playoffban lesz, itt már hibázni nem szabad, és ez egy külön pszichológiai megterhelés a csapatokra, de remélem, hogy végig így fogunk játszani, és megpróbáljuk végig minden mérkőzést megnyerni, és az első helyen végezni. A híradó végéhez értünk, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Május 4-én tartják Doroszlón a Vajdasági Magyar Szövetség tisztúító közgyűlését, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában Pásztor István. A tartományi kormány idén is mintegy 60 millió dinárral támogatja a nemzeti tanácsok működését. A hetek óta tartó csapadékmentes időjárás miatt már 7-8 cm mélységben is száraz a termőtalaj Vajdaság legnagyobb részén. Beköszöntött az allergia szezon Vajdaságban. Köszönöm figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban a közérdekű infók mellett a reggel is fiúk az orosz pofon bajnokságról is beszámolnak majd. A presszóban pedig a színházak lesznek főszerepben. A Szabadkai Magyar Rádióban arról is szó lesz, hogy húsvét közelettével általában megnő a tojás ára, hiszen nagy keresletet az árusok megpróbálják kihasználni. Holnap délelőtt 9:30-kor itt a Pannon televízióban élő közvetítést láthatnak a Zentai Gimnázium új épület szárnyának átadójáról. Délben pedig a felújított Bács-Kossuth-falvi világháborús emlékmű és park felavatását láthatják szintén élőben. További szép estét kívánok, viszontlátásra!